A megszokottnál két héttel korábban befejeződött az aratás hazánkban. A több mint 1.600.000 hektáros vetésterületről összesen 7,2 millió tonna termést takarítottak be a gazdák. A tavasszal és a nyár elején tapasztalt változékony időjárás megviselte a növényeket, így a búza, árpa, rozs, zab, tritikáli, repce és magborsó szinte mindegyikéről elmondható, hogy a termés átlagok kismértékben elmaradtak a korábbi évektől. Várttól valamivel a termés átlagok elmaradtak, ez most már a 100%-os betakarításkor is be is bizonyosodott. Az előjelzésekhez képest már nem nagyon változtak ezek az adatok. Egy ilyen közepestől valamivel gyengébb termés jött össze a megyében, országos szinten is. Ez jelentkezik a felvásárlási árakban, illetve a környező országokban is nagy a szárazság, még talán van, ahol nagyobbak, mint itt Magyarországon is. Ez így a kenyérnek való búza, minőségi búzának az árát felfelé mozdította el, de egyébként a takarmány búzára is van kereslet. A megyében is elmaradtak a hektáronkénti termés átlagok, egyedül a repcéből takarítottak be többet. Nagyjából 5 tonnát nem ért el, és tavaly meg is haladta a legfontosabbat, a búzát említjük, vagy a tétikálé is tavalyi 48 mázsa helyett most csak 41 mázsa realizálódott, és körülbelül ilyen arányban. Egyedül a repce az, ami most a 3,2 tonnát is elérte hektáronként, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy nagyon kimagaslónak számít, ez 2,5 tonna szokott lenni egy átlagos évben. A kereskedők keresik a magyar búzát, hiszen a világ nagy gabonatermő területeit aszály sújtotta. Németországban például 10 millió tonnával kevesebb búza termett, mint eddig, emiatt pedig meredeken emelkednek a búzaárak. A megyéből 1,5 millió tonna búzát szeretnének az európai piacon értékesíteni.